valahol valaki kérdezni akar. Arról volt szó, hogy a fájtörvéséhez semmi köze a fájtörvéséhez. Hogyha a könyvtárra meg van a jogom, akkor kitörölni ki tudnám, nem? A benne levő fájt. Igen. Így van. Teljesen mindegy, hogy a fájt. Na, még egyszer. Ha azt a szót használod, hogy futtatási jog, akkor az a fájlra, ha azt a szót használod, hogy keresési jog, akkor meg a könyvtárra fogok én személy szerint asszociálni. Tehát akkor most kezdjük előről. Tehát van egy fájlom, egy könyvtárban. Mi a feltétel? Van a könyvtáron milyen jog? Keresési jog. Ez azt jelenti, hogy a benne levő fájlokat, ha tudom, hogy milyen néven akarok hivatkozni, el tudom érni. Ha törölni akarom, akkor ez két dolog kell. El kell tudnom érni, ehhez kell az a bizonyos könyvtár keresési jog, és módosítanom kell a könyvtárat. Ehhez még mindig a könyvtárnak, éppen a könyvtár írásjogának kell rendelkezésemre állni. De magával a fájlal nem csinálok semmit. Innentől kezdve ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha van egy könyvtár, írható és kereshető, mert egyébként mind a kettő kell, akkor teljesen mindegy, hogy a benne levő fájl joga milyen, a fájt tudom törölni. Abban nem menjünk bele, hogy az RM parancsnak van egy ilyen fixa ideája, hogy okosabb akar lenni, mint az OP rendszer. Úgyhogy például hajlandó arra, hogyha te egy olyan fájt törölnél, amire a fájlra magára például nincs írásjogod, akkor az elem elkezd és visszaugat. Tényleg komolyan gondoltad? De a vicc az, hogy ha azt mondom, hogy nem, akkor nem töröl, azt mondom, hogy igen, akkor kitörli. Függetlenül attól, hogy hát látszólag azért kérdezte meg, mert nincs írásjoga. Tehát a fájl saját joga nem számít, semmilyen módon nem számít, ezt egyébként általában nagyon nehéz lenyelni. Ezzel egyébként egyetértek, kicsit hülyén volt itt a látom. Pillanat? Nem. Ha így mondtam volna, elnézést, ez így nem jó. Ez azt jelenti, tehát még egyszer, a könyvtár írásjoga a könyvtárra hat, azaz a könyvtár módosítására. És nincs olyan, hogy örökítem ezt a jogot. Az, hogy én valamit meg akarok csinálni, az két lépés. Először, hogy hozzáférjek a fájlhoz, ehhez szükséges a fájl tartalmazó könyvtár keresési joga, és a második lépés, hogy ha ez adott, akkor az, hogy a fájl saját joga ezt biztosítja. Magyarul, ha a könyvtáron van írásjog, az arra hat, hogy törölhetem a fájlt, de nem hat a fájl írási jogára. Igazság szerint ugye az előző válaszból az derült, hogy tulajdonképp a könyvtár írásjoga önmagában keres, mert a könyvtár írás és keresési joga együtt határozza meg a törlést. Viszont egy meglehetősen indirekt módon, ha egy könyvtárra van írási és ezek után most már keresési jogom is, akkor abban a könyvtárban én bármely fájlt tudok módosítani, függetlenül a fájl saját jogától. Hogyan? Kitörlöm a fájlt, ezt szabad, mert a könyvtár keresési joga alapján megtalálom, és az írás joga alapján van jogom kitörölni. Majd, ha egyszer kitöröltem a fájlt, akkor létrehozhatok egy ugyanolyan néven egy másik fájlt, amely feltehetően már rendelkezik azokkal a jogosultságokkal, hogy én módosítsam a tartalmát. De ha valami csoda folytán eredetileg nem lenne, az a fájl az enyém, következésképpen beállíthatom rá utólag. Tehát indirekt módon igaz az, hogyha a könyvtár írható, akkor benne bármely fájl írható, csak azt kell felfogni, hogy én nem magát a fájlt írom,
Mert előbb kitörlöm a fájt, majd létrehozok egy ugyanolyan nevű másik fájl. Az már fizikai értelemben egy másik fájl, legfeljebb ugye a felhasználás szempontjából látszik úgy, mintha én azt módosítottam volna. Tehát nem öröklődik az írásjog, ilyen nincs. De ezzel az agyament indirekcióval igenis meg tudom csinálni, hogy módosítsa. Hát ilyen le lehet örökölteni az írásjogot. Így van, de az még 4 óra hamarébb van. Bocsánat. Volt arról szó, hogy egy fájnak a tulajdonjogát mint felhasználását tudom adni másnak. Így van. Ilyenkor az enyém elvesz, ez tiszta sor. De én előtte csinálok egy hard linket erről a fájnak. A hard link az ugye gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy könyvtárbejegyzés, az hivatkozik egy e-node-ra, és valahol van az adat. Amikor te hard linket csinálsz, csinálsz egy újabb könyvtárbejegyzést, amely ugyanarra az e-node-ra hivatkozik, mivel ezek az infók mind az e-node-ban vannak, te a hard linken is azt látod, hogy változott a tulaj. Tehát nem nyertünk vele semmit. Ugyanúgy nekem is megmarad, és ő is meg. Így van, nem tudom megcsinálni, hogy nekem is megmarad. Egy fájnak lehet. A korrekt válasz az az, hogy tulaja csak egy lehet, de a kollega által az előbb emlegetett ACL-lel lehet kicsit hasonlót csinálni, azaz ki lehet indítani azzal, hogy azt mondom, hogy meg annak a felhasználónak, meg annak a usernek, meg amannak plusz joga van, csoporttól függetlenül. Tehát tulaja mindig csak egy van, csoport tulaja mindig csak egy van, de lehet még extra módon egyéb felhasználóknak vagy egyéb csoportoknak jogokat biztosítani, változatlan a read-write execute 3-asban. A könyvtárakra lehet örököltetni jogokat? Ahogy a kollega mondta, örököltetni csak ACL-lel tudsz, gyárilag nem, tehát gyárilag csak az működik, hogy azt mondod, hogy és rekurzívan állítom át a létrehozás után utólag. Jó, akkor lapozok. Na tehát, ugye itt a ezen az ábrán ugye a feléről már volt szó, hogy tehát a különböző fájtípusokon egyébként nagyon hasonlóan értelmezendő ezek a jogosultságok, de azért apró különbségek vannak. Még egyszer mondom, az nagyon kényelmes, hogy azért a nevezéktől viszonylag lefedi a dolgokat. Általában ami problémát szokott okozni az ez, hogy ez a könyvtár írásjoga jelenti azt, hogy én a benne levő fájlokkal tulajdonképp bármit csinálhatok, ez a legtöbb ember számára egy ilyen totálisan értelmetlen és leginkább logikátlan dolog. Miért nem lehetett erre kitalálni valamit? Nem tudom. Így találták ki, úgyhogy ezzel sem csak együtt élni lehet. Viszont a második felének szintén csak a felét mondtam el. Ugye emlegettem azt, hogy van setuid bit, setgid bit és sticky bit, csak éppen a sticky bitről nem mondtam semmit, ha jól emlékszem. Csak lefordítottam, ami ugye önmagában kissé kenés. Na, szedjük össze ezt a törlést. Van egy könyvtár. Ha a könyvtár nem írható, akkor ebben a könyvtárban közvetlenül található bejegyzések nem törölhetők. Ha a könyvtáron van írásjog és van keresési jog, akkor a benne levő bejegyzések saját joguktól totálisan függetlenül törölhetőek. Ez így sok esetben életveszélyes probléma. Tipikusan ilyen publikus, mindenki számára átmeneti területként használható környezetben eléggé veszélyes. Gondolj bele, írsz egy programot, az fel megcsinál egy fájt valahol egy ilyen publikus területen, majd egy óra múlva újra megnyitja a fájt és csinál a benne tárolt, korábban eltárolt adatokkal bármit. Ha ez publikus terület, akkor az nekem írható, tehát én megtehetem, hogy ebben a köztes fél órában kitörlöm a fájt és oda teszek egy másikat. Ugyanazzal a névvel, csak valami alternatív tartalommal. Ha valaki nem látja meg a következményeit, képzelj egy jó kis vállalati fizetési intézkedést. Hogy akkor most kigyűjtjük az adatbázisból, hogy kinek mennyit kell utalni, majd elutaljuk. Tulajdonképpen nem érdekel, hogy a többiek nem kapják, mert csak az enyém érkezzen meg kell ilyen földúzni.
zacsarod. Ezt viszonylag könnyen meg lehetne csinálni. Ezért aztán kitaláltak egy korlátozást, de ez egy plusz beállítás. Könyvtárak esetén van értelme, és a könyvtárak esetén szokták használni ezt a bizonyos sticky bitet, amely a következőt mondja, a törléshez változatlanul a könyvtár írási és keresési joga szükséges. Változatlanul nem számít a fájl saját joga. Ellenben van még három olyan feltétel, amelyikből valamelyiknek teljesülni kell ahhoz, hogy te törölni tudja. Tehát, ha van egy könyvtár, amin az írási és keresési jog be van állítva, és a könyvtáron ezen kívül ez a sticky bit is be van állítva, abban az esetben a könyvtáron belüli törlésnél a következő három feltétel valamelyikének szintén teljesülnie kell. A törlést végrehajtó felhasználó rendszergazda jogosultsággal bír. Magyarul ugyan már őtőle ne vonjuk már meg ezt az egyébként alapon is létező jogát. Kettő. Aki töröl, az a fájl tulajdonosa. Magyarul, ha én oda piszkítok, valahova legyen már jogom eltakarítani. Végül, aki töröl, az a könyvtár tulajdonosa. Ha valaki oda piszkított az udvaromba, már ugyan legyen jogom ő helyette eltakarítani. Ha a három feltételből egyik sem teljesül, akkor egyszerűen nem megy a törlés. Hiába igaz az, hogy a könyvtárra írás és keresési jog be van állítva. Tehát összességében sticky bitet könyvtárakon szoktak beállítani, publikus könyvtárakon szoktak beállítani, publikus alatt azt értve, hogy a könyvtár mindenki számára írási joggal bír, és ebben az esetben ugye, kicsit korlátozottabb az, hogy onnan kitakaríthat. Teljesen jó a hozzáállás, én adtam oda, töröljem ki. Enyém a terület, törölhessen. Én vagyok a rendszer, oda nyilván törölhessen. Ez viszont gyárilag nem szokott beállítva lenni, csak egy-két publikus könyvtár. Na most. Nem tudom, mennyire látszik, szerintem elég aprók a betűk, de nagyobban már nem bírtam úgy gyorsan átállítani. Szóval, LS-LD per TMP, tehát ugye a per TMP könyvtárat listáztam ki a D opció miatt, ugye nem a tartalmát, hanem az ő saját jellemzőit. És ugye az L opció miatt a jellemzőit. Tehát jelenleg mi látszik, az, hogy a per TMP könyvtárnak mik a jellemzői. Ugye erről nem volt szó, ki még egyáltalán nem vetítettem, csak mondtam, hogy az RS manuáljában nézi utána, hogy milyen infókat lehet kinyerni. Na akkor gyorsan. Az első D betű megdöbbentő módon azt mondja, hogy ez itt egy directory, azaz könyvtár. Az a baj, gőzöm nincs. Jó? Nem tudom én micsoda. Mint látható, a másodikként kilistázott izénél ott egy mínusz jel áll ebben a legelső pozícióban. Erre azt szokták mondani, hogy itt a fájl típusa látszik. Ha mínusz, akkor fájl, ha D, akkor könyvtár, simlink, blokkos, karakteres, pipe, szoker, elég egyértelműen kideríthető, melyik karakter micsoda. Na most a maradék összesen 9 karakter, tehát itt alul az, hogy RVV meg egy halom mínusz, ott fönt RVX, RVX, RVT, viszonylag könnyedén, logikusan kitalálható. Három felhasználói kategórián van. Tulaj, tehát a második, harmadik és negyedik pozícióban a tulaj jogai látszódnak. Elég egyértelmű. Ha egy adott jog van, akkor a megfelelő betűt látod. Ha egy adott jog nincs, akkor helyette egy mínuszt. Tehát a könyvtáron az van, hogy a tulaj RVX, tehát a tulajnak mindent szabad. A fájlon itt alul az látszik, hogy RVV mínusz. Azaz a tulaj számára nem futtatható, de írni, olvasni lehet. K
következő három karakter kitalálhatóan a csoport, és az utolsó három ugye az a bizonyos maradék other kategória. Na most, a kakukktojás ugye a per TNP könyvtárban a jogosultsági bitekből a legutolsó bit. Ugyanis ott normális esetben ugye az ember azt várná, hogy RVV X, ehhez képest ott egy T betű áll, ki lehet találni, arról van szó, hogy ott be van állítva egyébként az egyéb kategória keresési joga, az X, és be van állítva a sticky bit. Technikailag egyébként úgy néz ki, hogy az a három speciális bit a tulaj, a csoport és az egyéb kategória futtatásának helyén jelenik meg. Setuid a tulajén, setgid a csoportén és a sticky bit az egyéb kategóriánál. Kicsit furcsa a kezelési módja, minusz jel. Nincs futtatás és nincs speciális bit. X. Van futtatás, nincs speciális bit. Kis S vagy kis T. Van futtatás, van speciális bit. A setuid és a setgid az S betűvel, a sticky bit az pedig T betűvel. Ellenben, ha nagy S vagy nagy T, akkor azt jelenti, hogy nincs futtatás, de a speciális bit ennek ellenére van állítva. Ez utóbbi egyébként egy irgalmatlan ritkán használt beállítás, de elvileg találkozhatsz vele. Na most, ha már itt tartunk, akkor villámgyorsan a számérték a jogosultságok után az a korábban emlegetett hány darab hardlinkje van. A következő string, ugye fölül root, alul zégával a tulaj, a azt követő negyedik oszlopban a csoport tulaj, a méret bájtokban, legfeljebb általában az ember nem tud mit kezdeni azzal, hogy mi a könyvtár mérete. Hanyagoljuk, sőt van olyan fájtípus, ahol nincs is értelmezve. Majd pedig még két információ, a módosítás dátuma, illetve a fájnév. Az, ami egy ilyen eles listában látszik. Na most, példa nincs rá, úgyhogy majd a manuálban olvasgassál utána, vagy azt látod módosítás dátumnak, hogy hónapnak, óra 2 perc, vagy azt látod, hogy hónapnak, évszám. Deklaráltan minimum másodperc pontossággal tárolódik, kár, hogy a másodperc pontosságot lekérdezni nem triviális. Maradjunk annyi, hogy ne akart, nem fogsz rá tudni jó, mindenütt működő megoldást adni. Tárolni ettől függetlenül ilyen pontossággal tárolódik. Tulajdonképpen extra házi feladat, hogy találjátok ki, hogy mikor tollátok évszámot és mikor tollátok óra percet a listának. Manuálból egyébként nagy eséllyel kideríthető. No tehát, mit akartam mutatni? Hogy itt a per TNP könyvtár az mit ad Isten egy olyan könyvtár, ami publikus, ugye mind a három felhasználói kategóriának vali írási joga, meg hát ugye megvan az a nyomorult keresési jog is, tehát ugye tényleg hozzáférek a benne levőkhöz, ez viszont azt jelenti, hogy volna jogom bármit kitörölni, nem jó. Tehát le van rajta állítva a sticky bit, innentől kezdve a rendszergazdának lenne joga takarítani belőle, a könyvtár tulajdonosának, azaz a rootnak lenne joga takarítani benne, ez ugye hál' Istennek a kettő ugyanaz, és mindenki a saját vackát, amit oda tett, az jogosult kitakarítani. Nyilván ez egy több felhasználós gépen érdekes, itt az én saját laptopomon, hát most benne jól tudok gyorsan példát mutatni arra, hogy oda tettem valamit, és én nem tudom kitörölni, mert én tettem oda, más nem nagyon tudja oda tenni. Na tehát, lépjünk vissza, és folytassuk tovább. Jogosultságot kétféleképpen állítunk. Vagy úgy, hogy megmondjuk, hogy majdan mi legyen, precízen egyébként azt mondjuk, hogy majdan mit nem akarok megengedni, illetve ha már az adott fájl megvan, akkor megmondom, hogy na ennek a meglevő fájlnak ilyen olyan olyan joga legyen. Sajnos eléggé kényelmetlen módon megadható numerikusan is, illetve szimbolikusan is a jogosultság. A numerikus az egyszerű, egy 4-es számjegy, a read, 2-es számjegy, egy write, az 1-es számjegy, egy execute vagy search jogot jelent. Méghozzá új formában, hogy hátulról előre értelmezendők a számjegyek. Tehát mondjuk a 4751.
leghátul van a maradék. Akkor valaki mondja már meg, hogy ez mit jelent. Maradéknak az egyes érték, execute vagy search, hát ugye nem tudom, hogy milyen fájtípusról beszélünk. Tehát a maradék kategóriába tartozó felhasználó, execute vagy search-okból rendelkeznek csak. 5. Olvasás, végrehajtás, és kitalálható, hogy ez a csoport taguknak szóló jogosultság. Végül ugye a harmadik hátulra, 4, meg 2, meg 1, tehát read, meg write, meg execute, minden jó, és kitalálható, hogy ez egyébként a tulajdonjoga. Amit nem nagyon fogsz sűrűn használni egyébként, ha 4 számjegy van, az a 3 speciális bit. Setuid bit 4, sergid bit 2, sticky bit 1. Tehát az adott példában azt is mondta, hogy és egyébként beállítom a setuid bitet. Magát a parancsot egyébként úgy hívják, hogy CH-mode, change mode, és hát ugye két paraméter kell, a jogok, meg hogy nyilván minek állítom át a jogait, tehát a fájni. Beállítható szimbolikusan is ugyanez. Roppant egyszerű. Melyik felhasználói kategória jogait állítom? Az U, user, tehát a tulaj. G, group, tehát ugye a csoport. O, other, magyarul a maradék. Illetve amit nem nagyon feltétlenül kell megtanulni, már sűrű szokták használni. A, mint all. Azaz ugye mind a három kategória jogait. A leg, hogy mondjam, korrektebb, az egyenlőségjel. Nem tudom, hogy jelenleg mik a jogok, de innentől kezdve ez lesz. Tehát például az O egyenlő X azt mondja, hogy a maradéknak nem tudom, hogy milyen jogai vannak jelenleg, amikor sikerrel befejeződött a parancs, a maradéknak kizárólag kutatási joga lesz. Ennyi. A read és a write jog, ha volt is törlődött, ha nem volt, nem lesz beállítva. Másik, a mínusz, ami ugye azt jelenti, hogy elveszem. Természetesen nyilván elvenni csak akkor tudom, ha van. Tehát általában azt szokták mondani, hogy ez azt jelenti, hogy nem lesz ezután. Lehet, hogy eredetileg sem volt. Nem érdekel. Viszont nem mondok semmit a többiről. Tehát ugye az O egyenlő X és O minusz X között mi a különbség? O egyenlő X-nél biztosan nem lesz se read, se write. O minusz X-nél semmit nem tudok a read és write jogokról. Lehet, hogy lesz, ha volt. És nyilván nem lesz, ha nem volt. Illetve a plusz, rá lehet jönni, ugye, hozzáteszem. Megint lehet, hogy már eleve adott volt a jog, nem van, akkor nyilván nem csináltam semmit. Ezek tetszőleges vesszővel elválasztott kombinációjával adható meg, hogy mit akarok. Azaz, túl bonyolultnak nem minősíteném a kérdést, mert ugye az U egyenlő RVX, vesző G egyenlő LX, vesző U egyenlő X, az pontosan ugyanaz, mint ami a fölötte levő, kivéve azt a szerencsétlen speciális bit készletet, amit ugye az első példában a 4000 díjat megadta. Technikailag, mivel nem nyúltam hozzá, azokat ezek után nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesz. Azaz, majdnem ugyanaz persze, csak a kettő, nem 100%-ban. Jelentése tehát, a tulajnak minden joga adott, futtatni is tudja, vagy keresni azt könyvtár. A csoporttagok annyiban korlátozottak, hogy ők nem tudják módosítani, még ugye a maradék felhasználók számára csak és kizárólag a futtatás, vagy a könyvtárosok a keresés jogát biztosítanak. Ezzel a kétféle beállítással. Használata gyakorlatilag, ha az egyik tetszik azt, ha a másik tetszik azt. Vannak emberek, akik szeretnek énekelni. CH-mód 777. Ez egy nagyon baráti beállítás, aki a rendszert akarja megerőszakolni, az fogja szeretni. Tehát ha lehet ilyet, ne. Alaphozzáállás tulajnak mondjuk azt, ami kell, nevezhetjük úgy is, hogy mindent. Nyilván, hogy a futtatási jog kell-e, az kérdéses. De a tulajon kívül, ha nem muszáj, akkor írásjogot soha senki ne kapja. Állítani egyébként ezeket a jogosultságokat, mondtam,
kétféleképp lehet. Az egyik, hogy a már meglevőre a change mode parancsal azt mondom, hogy utólag ilyenre állítom. Change mode, jogosultság, file név. Vagy előre megmondom, hogy mit szeretnék. Erre szolgál az umask. Sajnos az umaskot nagyon könnyű elrontani, ugyanis mint minden mask, ez takar valamit, és az umaskban én azt mondom, hogy melyek azok a jogok, amiket nem állítok be. Azaz az umaskot jobb numerikusan használni. Umask 070 azt jelenti hátulról előre. Az utolsó nulla azt jelenti, hogy az egyéb kategóriától nem vonok el semmilyen jogot. A hátulról a második hetes azt jelenti, hogy a csoportaktól elvonom a read jogot, a write jogot és az execute jogot. És a hátulról a harmadik nulla az megint azt mondja, hogy a tulajtól nem vonok el semmit. Általában a probléma az, hogy az emberek nem tudatosítják, hogy nem véletlenül nyakatekerten mondom. Azt mondom, hogy mit nem engedek. Nem pedig azt mondom, hogy milyen lesz, ugyanis a kettő nem azonos. Ugyanis a fájt azt te valamilyen szoftverrel hozod létre. És aki azt a szoftvert megírta, az a file létrehozó műveletben átad egy paramétert az oprendszernek, ami azt mondja, én ilyen jogokat szeretnék. És te az umaszkal ebből a készletből fogsz törölni. Tehát, hogyha a programozó azt mondta, hogy hozzuk létre a fájt, read-write, read-write, read-write jogokkal, te meg azt mondod, hogy umaszk 070, akkor a tulajnak nem lesz X joga, mert eleve nem kapott. Jó, nem vettem el tőle semmit, de attól X joga nem lesz. Csak read-write. Attól, hogy ő read-write-ot ad a csoportnak, amiből elveszem a read-et, a write-ot és az execute-ot, nyilván ez utóbbit már nem tudom, abból persze következik, hogy neki egyike sem lesz meg. De a nem eleve megadott jogokat nyilván nem tudod jobban elvenni, de nem is adod hozzá. Tehát általában tipikus kérdés, hogy és amikor létrehozok egy fájt, milyen joga lesz? És a tipikus válasz, attól függ. Nem tudom megmondani. Az egyetlen, amit meg tudok mondani, hogy milyen joga nem lesz. Az a joga nem lesz, amit az UMOSZ parancsal elvettem. Sajnos az UMOSZ-nak van egy rossz szokása, kijelentkezésig érvényes a hatása. Magyarul, ha egyszer meg tudod beállítani, majd kijelentkezel a gépről, akkor utána újra be kell állítani a következő bejelentkezésnél. Egyike azoknak a parancsoknak, amiket általában betesznek az automatikusan bejelentkezéstől lefutó dolgok közé. Bocs, állítsuk már be olyanra, amilyet mi szeretnénk. És ha már itt tartunk, rendes ember azt mondja, hogy UMOSZ 077. Kevésbé rendes emberek szoktak 027-et, 022-t, 007-et, 002-t mondani. De a lényeg az, amennyiben rajtad kívül a másnak is van írásjoga, az fájni fog. Tehát minimum 0.22 az az UMAS beállítás, amivel egyáltalán szabad dolgozni. Sajnos a rendszerek zömében ez nincs jól beállítva, a rendszer hozna elrontja, majd aztán jön a user, aki tovább rontja, és a végeredmény az, hogy tele van a rendszer szemetelve olyan fájlokkal, akiket gyakorlatilag csak azért nem módosítottak, mert senkinek nem jutott eszébe. De majd valaki jön és eszébe jut. Nem muszáj nekem. Természetesen az is kérdés, hogy amikor létrehozok egy fájlt, akkor ha egyszer minden fájlnak van tulaja, akkor ki lesz az? A válasz nagyon egyszerű, aki létrehozta. Nem 100%, mert lehet ezt csavarni, de gyakorlatilag ez a válasz. Minden fájlnak van csoporttulajdonosa. Nyilván a logikus kérdés, hogy oké, és milyen csoportba fog tartozni? Emlékeztek még? Első nap. ID parancs, illetve group nevű parancsa. Mutatni ugyan nem mutattam. Bocsánat, elgépeltem. Elnézést kérek.
mindegy, így talán kicsit jobban látszik a teteje. Tehát, az idén parancsban, mint mondtam, látod, hogy te ki vagy, látod, hogy mi a te csoportod, és ha több csoport tagja vagy, akkor azokat is látod. A groups ugyanez, de már csak a csoportokat írja ki. És ha jobban megnézed, egyébként, ugye nagyjából ugyanaz az info, kicsit egyszerűsített formában. Ezek után a létrejövő file csoport tulajdonosa az ID parancsban a számomra mutatott csoport, vagy a groups parancsban a lista legelső eleme, szokták úgy is hívni, hogy login csoport. Ami nagy eséllyel büdös életben nem fog nálad problémát jelenteni, de elvileg létezik olyan művelet, amivel én megváltoztathatom, hogy aktuálisan milyen csoportba tartozom. Ilyenkor jön az elő, hogy na most akkor ez a fájl az most milyen csoportba kerül, mert nyilván az adott pillanatban érvényes csoportomat fogja örökölni. Illetve speciális módon, ha kell, nézz utána, beállítható, hogy a csoport tulajdonost azt örökli a könyvtártól az abban létrehozott fájlok. Magyarul lehet olyat csinálni, hogy bárki, aki ebbe a könyvtárba ad dolgokat, teljesen függetlenül attól, hogy milyen csoportba tartozik, ugyanabban a közös csoportba tartozó fájlokat hoz létre. Nyilván ennek ilyen project munka kapcsán van értelme, ahol 10-20-100-an kell, hogy összedolgozzanak. Jó, nyilván nem Linuxos fájlrendszerben tárolják, de ha véletlenül így tárolnak. Na most, ha a fájl adott, akkor én, mint a fájl tulajdonosa mondhatom azt, hogy change mode. Én, mint a fájl tulajdonosa mondhatom azt, hogy change owner, illetve én, mint a fájl tulajdonosa mondhatom azt, hogy change group. Bizonyos beállítások esetén a change owner nem engedett csak rendszergazda számára. Ma egyébként ez az elterjedtebb beállítás, tehát sok eséllyel már nem fogsz olyannal találkozni, hogy te csak úgy minden további nélkül más tulajdonába adhatsz a fájlaidat. Ez ma már elég sok esetben a rendszergazdához kötődő jog. Na most azért itt van egy kérdés. Miért kakuktojás az UMASZK a fenti listában? Mi a kettő közötti különbség? Az UMASZK és a maradék három? Tehát az UMASZK-ot, ha paraméter nélkül indítom, akkor kírja a jelenlegi beállítást. De ha adok paramétert, akkor az ez után létrejövő fájlokra hat. Még a change owner, a change mode, a change group már meglevő fájlokra hat, kivétel nélkül. UMASZK-kal csak azt tudom mondani, hogy holnaptól, change mode-dal azt, hogy ami eddig ilyen volt, az most ezután ilyen legyen. De a CH kezdetű parancsok, azok mind-mind elvárják, hogy ezek legyenek meg azok a fájlok, aminek a jogát bármilyen jelzőt állítani akar. És még egyszer, hogy a UMASZK az letilt valamit a beállítások esetén, a CH-ról meg ugye engedélyez. Jó, nyilván CH-ról U-levé, de a CH-ról legalább esélyed van arra, hogy engedjél, illetve beállítsál valamit. Az UMASZK-kal ilyet nem tud, csak tiltani tudsz. Na most! Ugye a kollega finoman említette, hogy jó, de azért az örökíthetőség nem lenne egy nagy hátrány, és az ACL-ek tudják. Úgyhogy két apróságot itt megemlítenék, noha csak az egyik feléről tudunk beszélni. Az, hogy egy fájlnak van egy tulaja, és erre vannak jogok. Van egy csoport tulaja, és innentől egy csoport tagjai számára vannak jogok. Meg van mindenki egyéb. Ez egy irgalmatlanul leegyszerűsített jogosultsági rendszer. Sajnos elég könnyű olyan példát találni, ahol ez egyszerűen nem elég. Ezért aztán nem véletlen, hogy ma már a legtöbb Unix és egyébként Linuxos környezet azt mondja, hogy bővítsük ki a hagyományos jogosultságkezelést. Ezt a kibővítést hívják úgy, hogy ACL vagy Access Control List. A lényeg nagyon egyszerű. A tulajon és a csoportokon kívül egyéb felhasználóknak, illetve egyéb csoport tagjainak biztosíthatok jogokat. Na most,
Ez egy picit részletesebben lesz a következő oldalon. A másik kettő az különböző fájrendszerek használata esetén lehet igen érdekes dolgokat beállítani. Hát csak ilyen fricskaként a Linuxos környezetben egy change attribútum nevű parancssal például mondhatok olyat, hogy a file immutable. Nem szeretném lefordítani. Mondjuk úgy, hogy változtathatatlan. És akkor az innentől kezdve azt jelent, semmit. Ehhez egy nagyon hasonló funkciót például a FreeBSD is tud, már a CH-flexnek hívják ugyanezt, az igaz, hogy egy picit jobban működik. Ugyanis az immutable flaget például Linux alatt beállítom, aztán leveszem. FreeBSD-n, ha beállítom és beállítok valamit, akkor nem tudom levenni. Tehát ilyen értem egy kicsit talán érdekesebb, az más kérdés, hogy ez inkább csak érdekességként van. Ha valakit a dolog érdekel, manuál, próbálgassad, lehet érdekes dolgokat, ami talán a gyakorlatilag is hasznos, az az append only nevű flag. Lefordítom, nem tudod a meglevő tartalmát módosítani, csak hozzárakni valamit. És már is eltűnt az, hogy szegény user a teljes logot kitakarítja, mert véletlenül mellé nyújt. Őszintén szóval egyébként elég ritkán szokták használni, de van rá példa. Én nekem a régebbi nasom volt olyan, hogy valamilyen funkcióról nem lehetett lebeszélni, valahányszor újraindult, akkor ő valamit átállított. És amikor már egyszer buktam bele abba, hogy ő valamit rosszul állított, akkor inkább azt mondta, tudod mit, rögölj meg. Módosíthatatlan lesz a fájl a beállításom után, és csinálja, amit akarsz. De onnantól kezdve pár évig jól működött. Noha nyilván nem ez lenne a megoldás, hanem a szoftvert kijavítani. No szóval, ACL, mint mondtam, erről azért egy picit beszélek. A lényeg a következő. Ha olyan kell, hogy több különböző embernek, több különböző csoportnak különböző jogosultság beállításokon, akkor ez a tulajcsoport egyéb az kevés. Ilyenkor jön az elő az, hogy van a tulajjoga, de kitüntethetek egyéb felhasználókat. Vagy van a csoport és a csoporttagok jogai, de ezen kívül egyéb csoportoknak is beállíthatok jogokat. Ezeket a jogokat egy setfileacl nevű parancssal lehet megint csak már létező fájlokra beállítani, és a getfacl nevű parancssal tudom lekérdezni. Na most nyilván a részleteket olvasd el a dokumentációban. Két gyakori dolog, a minus m vagy modification, ezzel hozzáadok egy ACL bejegyzést, a minus x az meg a delete akar lenni, ezzel egy konkrét ACL bejegyzést leszedek a paraméterként adott fájlból. Az ACL bejegyzés formátuma itt látszik. Vagy U-val kezdődik, vagy G-vel, azaz vagy egy felhasználói név, vagy egy felhasználói csoport. Tehát egy user, vagy több csoportba sorolt user kapja meg azt a bizonyos jogot. A következő kettős ponttól konkrétan kire vonatkozik, tehát ugye az első példa azt mondja, hogy a kispista login nevű usernél állítom az ACL-t. Ha volt kispista userre vonatkozó ACL, akkor a minusz M itt található paraméterrel azt eredményez, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt beállítva, innentől read-write lesz. Ha nem vonatkozott még kispista userre ACL, akkor innentől lesz egy kispista userre vonatkozó jogosultság. És mint mondtam, a feldolgozás az, megnézzük, te vagy a tulaj? Nem. Van user ACL, ami rád vonatkozik? Nem. Van csoport ACL? Nem. Benne vagy a csoportba, aki ugye a fájlcsoport tulajdonosa? Nem. Ja, hát akkor a maradék kell. Na most ugye felhasználóból is lehet többet, csoportból is lehet többet, következésképpen viszonylag finoman testre szabható a dolog. Hátul ütő, hogy a finomság az már megint read, write, execute. Semmi több. Na most, a második példa meg azt mondja, hogy ha a fájl kettő tartalmaz olyan ACL-t, ami a staff nevű csoportra vonatkozik, ráadásul
az az átlag, hogy akkor ebből a read x-et elvesszük. Tehát ha pont ez a kettő van, akkor bejegyzés törlődik. Ha kevesebb, törlődik. Ha esetleg marad, akkor marad. Természetesen azt is lehet, hogy azt mondom, hogy G2-s pont, staff 2-s pont, és nem mondok semmit, akkor az adott csoportra vonatkozó átszerbejegyzés ugyanak törlődik, függetlenül attól, hogy egyébként mi a beállítás, hogy most a három jogosultságból mit kap, mit megkap. És ahogy a kollega mondta, itt már egy kicsit izgalmasabb a dolog, ACL-ekkel lehet örököltetni, úgynevezett default ACL-eket beállítani, és ezzel elő lehet végre állítani azt, hogy de igenis kapjon gyárilag attól a ténytől, hogy az adott könyvtárba hozom létre. Csak előtte a könyvtáron be kell állítani ezt az örökítést. Javasolnék egy szünetet. Természetesen, hogyha valaki szünet közben valami problémával még végre leesik, hogy mit nem értett, akkor szóljál. Én onnan szerint 29, tehát legkésőbb 3 hertől folytatni kellene, mert hátra van az igazság.